Sziasztok, itt a Rexit, végleg más, mint a Minecraft Express 2.0 befejező része, és itt van velem Tom. Sziasztok! És hát, akkor jump? Hát, jumpoljunk bele, aztán hadd szóljon. Hújjj, csak ne dögöljek meg instant. Jó, én beleestem a lávába, égtem egy kicsit. jó, hoztál építőanyagot? Nem. Jó, úgy sejtettem, akkor erre csak én figyeltem oda, úgyhogy akkor én elkezdek építkezni. És nyomom a shiftet, mint egy hülye. Ez mi a rákom itt? Nem tudom. Jézusom, ezek ütnek engem! Mi? Jaj, te fölment? Jó. Az endermenek nagyon ütnek. Hát, igen, tehát ők nem szeretnek. Na jó, megmondom, mi fog történni. És mi föltépézzel a üzét tetejére, mi? Oké. Egy ki van halva. Hát, oké. Én csak most jöttem fel a felszínre. Én úgyis csak néző leszek. Csak az a baj, hogy az Endermannak miatt elég necces lesz. Mondanám, hogy au. Jó. De okay. Nem au. De au, ez nagyon au. Jó. Oké, még egy döglött. Mondjuk a kövire rá. Menjetek innen, ne. Au. Oké. Au. Na má. De meghaltam. Meg is haltál? Ez gyorsult. Igen. Várj, hadd megyek oda. Menjük jó, folyat. Akkor én megoldottam. Nekem van egy biztonságos helyem. Kisebb plafonnal, nem tudnak bejönni ezek a szerencsétlenek. Nekem csak azt, hogy lerobbantam arról a szar, annak a szarnak a tetejéről, de mindjárt megtalálom a cuccaim. Mondanám, hogy rám vannak gerjedve, csak nagyon hülyén hangzik. Átrepült rá. Ajaj. Ne. El kell ásnom magam. Nem, ez nagyon nem jó. Olas isakom. Nem tudom. Hol a kurva nagy kardom? Nem tudom, de ezek nagyon ütnek. Jó, én viszont jól vagyok jelenleg. Csak menjél be. Jó, én bementem. Csak rendeznem kell a soraimat, amúgy jól vagyok. Jó, én most taktikát váltottam, mert rajtam átrepült az Ender Dragon. Úgyhogy lejöttem a föld alá. Ez mi? Nem tudom, mi történt. Jézusom, ez üt! Hát, nem mondod! Na, az ott el van pusztítva, jön a következő. Ender Pearl, jöjj! Jé, nem tudok lejönni. Ha-ha! De rossz, nem tudnak lejönni. Ha-ha! Csak akkor azért fog tudni lejönni, mert a föld alá bejön az is. Uh-huh. Hello. Baszki! A sárkány. Ja, mi történt? Az igen, az majdnem ütős volt. Lehet, hogy egy tökfedőért fel kellett volna húzni egy tökfedőt. Legalább az Endermanok ne bántsanak. Elég, ha a sárkány ütlegel minket. Csak azt tudnám, hogy... Igen, figyelek. Aha. Jó, próbálom túlélni itt a dolgokat. Igaz, hogy a sárkányt nagyon nem láttam még. Én meg már ütöm itt az enderkristályokat szépen ki. Ó, na igen, ez lesz a kurva nehéz, a mostani enderkristály. Aha. Várjad, megint megdöglök, várjál. Hát, az... Hát látok egyet. Aha. Mondanám, hogy lelőném nem azt, amit... Nem meg. Körülbelül kettőt le tudnék lőni, csak nincs nálam íj, mert ugye nem csinálom. Ez mióta lő dolgokat? Melyik? És mi? A sárkányka. Lő? Megölt engem valami lövedék. Hát... nem tudom. Using magic. Mi a fuck? Nem a lehelletével? Lehet. Arra tudom most így hirtelen gondolni, elképzelhető. Ugye van neki lehellet. De kilőtt magából valamit. És most semmi módom nincsen, hogy följussak erre a szarra.
Tök fedőt nem Adsz egy használ. kis cobblestone-t. Azt cobblestone-t. Adom, ha ezt a szerencsétlent, na végre. Mennyit adjak egy stacket? Van egy 64-et köböl. Tessék. Na, gyorsan még, mert elpárlognak a dolgaim. Jézusom! Az a sárkány volt, igen. Ez föld alá is bejön. Tudom, át tud fézelni az anyagokon. Tök fedő kéne, ne nagyon gyorsan. És már csak azt kéne tudnom, hogy amúgy... Mi a szentretek van itt? Esetleg még azon kéne elgondolkodni. Na, na sziasztok, a kis intermission után végre sikerült visszaszereznem a rohadt cuccaima. Ja. Na, akkor, ja. Most már elmehettek... Bazd meg, miért támadtok? Nem is néztem rátok, ti büdös rohadt. De elmehettek a tök fa... rajtunk van a tök, akkor nem kéne. Mindjárt kipróbáljunk. Kurva jó, most csak lefelé nézve próbálok kerkálni. De a tököt felveszed, akkor... Vagy nem tudom, hogy neked van-e. Hol az íjam meg a nyilam? Azt azok így elvesztek, így örökre? Nem tudom. Le van ütve mindegyik amúgy? Le van. Jó. Na, valahogy sebződött, mert miközben a Rex próbálta visszaszerezni a cuccait felvételen kívül, addig rám volt most éppen egy kicsit. Ütöm. Rám volt agrózva, látom. Rám volt agrózva, és... ja igen, ott lehet ütni ilyenkor. Rám volt agrózva egy kicsit, és föld alá bebújtam. Gyilkoljad már az endermeneket. Én dehogy gyilkolászom, örülök neki, végre nem támadnak. Vigyázz! Ó, oh, Jézusom, de sárkány. Azt kell megvárni, hogy leszálljon ide. Ugyanúgy, mint jön a felőbb. És akkor most lehet ütni. Van egy... Üssed! Van... Jövök. Na. Jó. Jó, na megint jönnek az endermanusok. Szerintem nem, engem nem bántak. És valami bejött a földdel, és valahogy megsebződött. Nem tudom, mit csinált magával az ember. Belealkadt valamibe. Vigyázz abban, nehogy belelép. Mibe? Ajjajjajjaj, ott van egy ilyen... Ajjajjajjajjaj. Ajjajjaj, hello. Hello, hello barátocskám, hogy vagy? Üssük! Ezt ja. Körbevette magát ilyen hányással? Nem tudom, én nem látom. Úha! Fél szívecske. Ez nem, volt jó. Fél szívecskén maradt. Engem földobott a levegőbe valahogy. Engem is, és fél szívecskén maradt összvisz. Én nem megyek most de engem oda. Úgy, hogy én kajak megölgöttem volna, hogyha nincs nálam a Staff of Traveling. Hát jó, de nálam meg nincs is, tehát... De rohadt endőrmenek, takarodjatok már innen. Én mondtam, hogy hagyjad őket békén. Na? Én békén hagyom őket, csak... Micsőd? Na, most haltam meg. Meghaltál? Biztos, hát akkorát dobott Fell rajtam. From a high place. Akkorát dobott from rajtam, a... hogy... kizárt, hogy ezt túléltem volna. Meg szerintem Staff of Traveling-el is meghaltam volna. Jó, mindegy, hát jövök. Jövök át. Nagyon kicsi maradt az életéből. Halálosan kevés. Ó, jó, akkor itt... per TP. Jó. Muszáj voltam ide TP-zni, mert nem volt meg a híd. El lett bontva. Meghalt. Jó. Hát igazából azt már levesszük, mert nem kell. Mennyi XP? Jó. A cuccomat azt most vagy benyelte, mindegy, én át is jöttem. A Jézusom. Mert fel akartam volna venni a hammeremet, meg a kardomat, meg ilyeneket, és benne volt ebbe a vacakba. Úgyhogy most vissza... Dragon egget ki tudom ütni? Azt nem tudom. Egy úgyhogy most én most látom ezt a gyönyörű Minecraft feliratot. Mert engem gyorsan át is hozott. Hová lett a Dragon egg? Nem tudom. Lehet, hogy odébb ment. Azt hiszem, ha ütlegeled, akkor... akkor odébb megy. Vagy odébb mászik, vagy nem tudom. Mert megint odébb ment, de hova? Nem tudom. Ja, megtaláltak, akkor hogy kéne kiütnöm?
Szerintem izéval. Mi a bánatta? Silk Touch-a. Szerintem meg pisztonna. Ha vagy piszton. Nem tudom. Úgyhogy... Na jó van, gyerekek, hát akkor itt van ez a gyönyörű felirat, ami igazából akkor látom. Nekem nincs felirat, én csak visszamegyek szépen. Az ja, de van. Azt át lehet skippelni. Ja, de beleugrottam. Hogyan? Úgyhogy most ezt, elméletek valamelyik gombbal át lehet balklik, nem tudom, valamivel át lehet skippelni. Úgyhogy, akkor. Hát akkor nem tudom, mennyi lett ugye a vége. Hát egy, nem baj, egy szép 15 perc. Az escape-pel át lehetett skippelni. És hát akkor köszönjük gyerekek, megöltük szépen. Megöltük az Ender Dragont. Megöltük az Ender Dragon, 18. rész. 18 részes lett ez a sorozat. Mit csináljak 71 XP szinte? Hát amit szeretnél igazából. Hát úgyhogy... ja. Igazából sok minden nem valósult meg, amit szerettünk volna ebbe a sorozatba. Én az a helyzet, hogy nem tudom, hogy folytatom-e, vagy nem tudom, hogy hogy lett, mert végül is 18 rész lesz a sorozat most. Annyi kihasználatlan dolog volt benne, szóval még nem igen. Tudom. Én szerintem, hát ha akarod folytatni, akkor folytathatod nyugodtan. Én szerintem már nem fogom folytatni, mert mondom, én inkább már kezdenék másba bele. Nem tudom, szerintem egy sokkal szebb vége lenne ennek, hogyha hagynám, hogy a nézőim folytassák a publikus modpack-kel. Tehát, hogyha szeretnétek, és úgy gondoljátok, hogy ez a világ méltó hozzátok, és szeretnétek egy jót játszani rajta, akkor ne habozzatok. A leírásban ott van a weboldalam, és a linken, a leírásban le lehet tölteni ezt a mappet, és tudjátok játszani a TexPex 2.0 modpack-es mappemet, hogyha szeretnétek. Hát ezt és a mappet, igazából állok. A, majd még annyit szerintem, hogy el tudjanak menni a te házadba is, meg az én házamhoz is, a koordinátákat jó lenne leírni. Leírom persze. Tehát, hogyha, mert ugye így ezáltal az én házamba is el tudtok menni, nem csak a Rexhez. Uh-huh. Aztán ottan egy világ, szerintem legjobb világ. Az valószínűleg arra a sorsa fognak jutni a házak, hogy ott lesztek üresen és kiloptak mindent belőle. De nem baj, hogyha már ennyivel hát, segítünk valakinek. Meg az én figyelj, házamban totál jobba lehet költözni, én, ami azt illeti. Én nem fogok senkire haragudni, hogyha arra használja a házamat, hogy kilopja belőle a technikát. Hát, megmondom őszintén, teljes, hogyha nálam is jelenne, biztos, hogy én is ilyet csinálnék ilyet, mert hát nem kell legalább azzal szenvedni, tehát ez egy teljesen logikus dolog, hogy elviszi az ember, ami használható, tehát... Na jó van akkor, gyerekek! Úgyhogy igen, tehát a koordinátákat mindenféleképpen majd azt meg kell, de hát azt izé waypontból meg tudod nézni. És akkor meg lehet nézni. Ja, azokat meg lehet. Sajnálatok ezzel igazából azt csináltok vele, amit akartok, tehát ez... rajtatok áll, hogy mit csináltok. Tovább fejlesztitek. Amúgy az is egy jó dolog amúgy, tehát... hogy fejlesztitek lehet... tovább a világot, ugyanis igen, én és most esetleg, nem megyek a... És esetleg... Nem megyek a bázisomba. És esetleg, esetleg... Ezzel akartam mondani. Na jó, ezt kinyomom innen, mert már elég volt. Hogy esetleg olyat csinálni, hogy... netán tényleg tovább fejlesztitek a mindkét házat. Nem csak az, hogy a házat, az én házamat nem nagyon kéne továbbfejleszteni, tudjátok, minek örülnék nagyon-nagyon-nagyon. Esetleg küldenétek arról videót, hogy továbbfejlesztétek az autocraftingos rendszeremet. Jó, tehát ezek szerint a kardom meg a hammerem ez eltűnt, jó. Hát a portálben nyertem. Én tudom, mit csinálok. Megfogom, elmegyek a házamba, és lepakolom az összes létező személyes holmimat egy chestbe, hogy megtaláljátok. Volt hammerem, az tök jó. Tehát a Staff of Traveling, a Moneylink Cleaver-t, igen, amúgy a kardod meg a csákányod nálam van. Ja jó, na tedd oda le. Én is lepakolok mindent. Fogok egy chestet, ez a zombi nem jön be az ajtómon. Én ide a ládákba. Tehát azért mondom, hogy az is jó lenne, hogyha... De ez mondom, ez azon na múlik, és itt hogy... a szoba közepén egy darab chest, amiben belerakom az összes személyes holmimat.
Igen. Tehát az is egy jó dolog, hogyha valaki nem feltétlen szétlopja, de mondom, nekem teljesen mindegy, ez rajtatok áll, hogy hogy szeretnétek vele játszani a mappon. Tehát az is egy jó dolog lenne, hogyha itt vannak a bázisok. Igazából ami nagyon-nagyon-nagyon sokat kéne dolgozni, ez az enyém lenne, mert nagyon sok dolog nem valósult meg rajta. És ez egy jó dolog lenne, hogyha látnék olyan képet esetleg, tudom én, a Facebook csoportba feltöltve, hogy tudom én, ez lett átalakítva rajta, vagy valami. Igen, küldjetek az üzenetet, az screenshotokat, videókat, igen, hogy mit alkottatok a világunkból. Facebook. Igen, hogy mi lett vele, hogyha valaki foglalkozott vele. És akkor én most akkor hivatalosan is elköszönnék, és itt hagynám ezt a világot. Itt igen. Van a házam, becsukom most utoljára az ajtót, hogyha nem ölnek meg a zombik. Én nem mondom, hogy becsukom a lift ajtót, mert nincs lift ajtóm, úgyhogy. Na, kiraktam peacefulra csak azért, hogy minden normálisabb legyen. Tehát utoljára most így becsukom az ajtót. Bizonyám, ez az utolsó. És ott van a láda a szoba kellős közepén, Arex cuccai néven. Felhasználhatjátok nyugodtan. El is égethetitek. Igazából nekem már nem lesz rá szükségem. Na nekem se, úgyhogy. Hát gyerekek, akkor... Benne van egy csákány, egy Staff of Traveling, egy Cleaver, ami 22-t sebez, egy Steel Axe, egy Emerald set és egy csomó krumpli. Hát én a meglévő ládáimba betettem a megmaradt cuccamot, úgyhogy, ja. Na jó van akkor, hát várj, most kivételesen én megyek oda a te házadhoz. Ah, nekem teljesen ilyen, mindegy. Ilyen sem volt még olyan sokszor. Igen, már általában én szoktam. Megőrizted a Tom totemet? Aha, igen, hát mindenféleképpen. Ez muszáj volt. De jó. Két is, felmegyek. Az új bázisba? Ben vagyok, hát miután csak ez van, úgyhogy feljövök. Totemnél köszönjünk el szerintem. Mögötted vagyok. Ja, jó, oké. Na hát akkor, igen. Ugye ezt nem tudom még mikor, valamikor a sorozat elején csinálhattad. Nem, ezt amúgy nem régen, amikor építkezted az új bázist akkor. Ez a falusi, ez a kezdetek óta megvan igazából, úgyhogy ő túlélt az egész ez a jó sorozatot. Öreg. Igen, tehát... Nekem üzé élete túl. Ő az egész sorozatot túlélte, ő egy személybe. Mi kevésbé, mert mi meghaltunk egy jó párszor, úgyhogy... Ő igazi túlélő. Ja, tehát akkor fájó szívvel búcsúzunk, végre befejezzük. Igen, a sorozatot. Nekem is sajnos voltak ugye képeim, még egy utolsó hozzáfűzés. Nekem is voltak olyan álmaim, hogy ugye csináltam is egy külön mappon, és Facebookra tettem is fel képeket, ugye a leendő bázis hogy fog kinézni, mármint ez a bázis, hogy majd lesz egy nagy ilyen, tehát ez elméletileg egy második világháborús bunkernak készült, fejlett technikával, lett volna elméletileg a falut körbevevő vas fal, tehát ilyen vaskerítésből lévő fal, meg ilyen nagyobb őrtornyok, de hát ez már igazából nem valósult meg, mert nem volt rá idő. Hát az már egy olyan projekt volt, amire már tényleg nem jutott idő. Igen. Na jól van gyerekek, ha. Akkor lemegyünk vagy maradjunk? Én még így közben így körbenézek a te bázisodkán is. Jó. Mert hát... Itt nincs még se. Nem igen. Sokat láttak a te bázisodból. Itt lett volna elméletileg, meg a nagyobb alatt terület itt lett volna. Így. Igen, itt lettek hát. Volna az immersive engineeringes multiblokkos gépek. Nekem meg ott lenne a bázisban van egy csomó kitöltetlen hely, ahol tankon kívül óriási ilyen mechanizmus, energia storage-on kívül mindenfélét, mindent akartam csinálni, de már semmire nem jutott. Mert szóval, hogyha akarjátok, meg tudjátok valósítani. Igen. Hát itt van itt egy ilyen, csomó ilyen egy konkrétan év, kihasználatlan Kubrick, szoba. Igen. Meg itt volt... Ez a szoba az, ami még kihasználtam úgy. Igen. Hát meg hát ez se kihasználatlan, de ez igazából tudod, mire hasonlít egy kicsit? Na. Ez a szoba, meg ennek a felépítése? Nem tudom. Volt az, amelyikben a Galactic Craft meghalt, és nem tudtam miatta tovább játszani. Ja, az melyik volt? A Flux Galaxy, az a gépterem, na, ahol hát most pont, vagy. Pont olyan volt az a gépterem, esküszöm. De nagyon jól esik végre befejezni egy sorozatot. Tehát nagyon jól esik végre azt csinálni, hogy odamész, és kajak így befejezed a sorozatot, mert eddig minden sorozat vagy kudarcba fulladt valami technikai hiba miatt, vagy nem volt kedvem tovább folytatni. Igen, hát ez most lényegében... Na jó van akkor gyerekek, szerintem akkor, hát itt akkor is menjünk még, föl, köszönjük el. Itt is még lett volna ötlet, hogy lehetne kihasználni, mert itt is akkora kihasználatlan terület van. Itt is lett volna még egy szoba. Még azt is hiszem hatalmasabb, mint az enyém. Igen, mert még terveztem még, mert ugye
Ugye ott lent volt az a gázgenerátor, de ide föntre lehet volna még tervezve egy napelem, meg egy szél erőmű telep, még tervezve ide valóban a környékére a bunkernek. Na jó van, gyerekek, akkor szerintem köszönjeltem, mert ugye ez effektíve a te módpakkod. Úgyhogy igen. Átadom neked a szót. Tehát, újabban elmondom, hogy szeretnétek letölteni, akkor a leírásban van a link. Ha szeretnétek a modpacket letölteni, nincs más dolgot, mint a szintén a leírásban letölteni a TexPex modpacket is tartalmazó Technic Launchert, és akkor játszhattok a TexPex-el, anélkül, hogy bármiféle itt installálnatok kéne, külön fájlokkal szórakozni. Szóval, én Alex voltam. Ha tetszett ez a sorozat és a videó, akkor... Várj, menjünk el földbe. Tetszett ez a sorozat és ez a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, Tomra is, rám is, és hát tőlem még számíthattok jövőben valószínűleg Minecraft sorozatokra. Lehet, hogy nem olyan sűrűn, mint most, ugyanis más játékos terveim is vannak, de meglátjuk. Na, sziasztok! Sziasztok!